Sziasztok, Könkel vagyok. Ez pedig a Mindenemű Családi Ház vlog adása. Ahogy az a témakör bevezető videójában elhangzott, az új építésű ház vásárlásánál különböző készültségi foknál van lehetőségünk tulajdonosi jelöltként az ingatlant megtekinteni. Ebben a videóban a tervasztalról vásárolt állapotot vesézem ki, a félkész és a kész állapotokról külön videót találsz. A tervasztalról vásárolt állapot egyszerű. Van egy tervezett épület és van egy üres telek. A felsorolt változatok közül ez a legjobb, ez adja a legtöbb ellenőrzési és variálási lehetőséget. Egyéni igényekre lehet szabatni a házat, természetesen normális keretek között, és természetesen ennek felára is lehet. Itt nagyon fontos a telek tájolása, annak a környezete, a tágabb lakókörnyezet. A teleket nem csak papíron kell megnézni, és nem csak Google Maps-en. A tervrajzokat, ha megkapom, egyfajta tervkritikaként leszoktam írni a véleményemet róla. Nézzünk pár példát az elmúlt évek terméseiből. Betervezett hőszigetelések nem teljesítik a minimális előírásokat sem. Vagy pedig minimális költséggel lehetne jobbat elérni. Vagy például a kétszintes lakóépületnél a betervezett lépcső használhatatlan kiosztású, ez rendszeres hiba. Vagy például a helységméretek használhatatlan helységet eredményeznek, például rendkívül szűk a WC, vagy az étkező asztal nem fér el úgy, ahogy be van rajzolva. Vagy például a rétegrendek nem megfelelőek. Ezeknek a javítását, módosítását lehet kérni. Mivel az ingatlan eladásra épül, ezért annak építése e-napló köteles. Ez azt jelenti, hogy a munkákat napi szinten kell benne vezetni, fotókkal és felelős műszaki vezetői nyilatkozatokkal. Ebben az esetben általában a vevők már építetőként jelennek meg a kezdetektől, azaz az e-napló vezetését a bankok kérhetik és általában kérik is. Ez azt jelenti, hogy a félkész és kész állapotokhoz képest itt komoly ütőkártyák vannak a vásárló kezében, azaz most már építető kezében. Szót kell ejtenünk még egy fontos dologról. Manapság mindenki építési vállalkozó lett, elképesztő számú építőipari vállalkozás alakult az utóbbi hónapokban. Mondanom se kell, hogy nem ennyi szakember települt haza hirtelen. Jó részüknek korábban semmi köze nem volt az építőiparhoz, csak a jó pénzt látják az egészben. Szakikból eddig is hiány volt, most tovább osztódott a szaktudás, a megfelelő minőségű munka lehetősége, és ezáltal az igény egyáltalán erre. Röviden, felhígított szakembermennyiség, a sok jól van az úgy megoldás, minél olcsóbb kivitelezés. Tipikusan szarból várat építeni. Azzal a plusz adalékkal, hogy a vállalkozó nagy valószínűséggel bedönti a cégét pár épület építése után, tehát a garanciális munkákat bebukod. Ezért nagyon fontos olyan vállalkozótól vásárolni új házat, aki évek óta a piacon van, lehetőleg ugyanazzal a céggel. Új cég is lehet normális, de akkor az építés is legyen megfelelően dokumentált és átlátható. Ne legyetek hülyék, még mindig jobb pityeregni pár napig az összetört álmokért, mint évekig pereskedni és küzdeni az igazatokért. Miben tudok segíteni? Átnézem a terv dokumentációt előzetesen. Megnézem a telket a helyszínen. Javaslatokat adok az esetleges tervhibák javítására, vagy egy kicsit a terv feltuningolására. A kivitelezői szerződés legfontosabb melléklete az épület műszaki leírása, ez nagyon sok esetben szándékosan pongyolán és röviden van megfogalmazva. Ennek a pontosításában szoktam segíteni, erről lesz egy külön hosszú videó. Mi történik, ha belevágsz egy ilyenbe? Jogilag belépsz a képbe, mint építető, kifizeted a telket, a terv az már a te neveden lesz beadva. Kivitelezésre van egy rögzített határidő, amikor birtokba veheted az új házadat, ha kellően tökös vagy, akkor ennek a csúszásáért a vállalkozót kötbér terheli. Itt érdekes téma feszegetni a befejezési határidőt, mivel sok esetben nincsenek betartva a kötés és száradási idők. Erről is lesz majd videó egyébként. Nagyon fontos, hogy az építési munkáknál legyen lehetőséged nyomon követni a folyamatot, azaz valaki kapjon bejárási lehetőséget az építkezésre. Ennél a pontnál persze a kivitelezők eszeveszetten tiltakoznak, mondván, hogy az építési területen nekik nem ászkáljon senki. Balesetvédelmi szempontból igazuk is van, ismerek sajnos olyan házas párt, akinél a férj lebénult, mert leesett a második emeleti födémről. De nem is az építetőknek kell kijárkálni, mivel a munkálatok szakértői szemet kívánnak, tehát meg kell bízni egy műszaki ellenőrt, vagy egy hozzám hasonló építészt, aki kijárkál alkalmanként és lecsekkolja a munkákat.
Én azt szoktam mondani, hogy a belső burkolás és festés már nem kíván szakértői szemet, mert ott a leendő tulajdonos igényessége a döntő. Viszont a szerkezetépítés, gépészeti kialakítás, külső és padlóhőszigetelés, válaszfalazás, ajzatbeton, födémhőszigetelés, nyílászárok beépítése, ezek mind jobb, ha le vannak ellenőrizve. A műszaki ellenőr jobb jogi szempontból, mivel őt az építető az e-naplóba is be tudja hívni, így a hibák javítására felszólítás rögzíthető, esetleges pereskedés esetén többet nyom alatba. Egy hozzám hasonló építész véleménye nem kötelezi gyakorlatilag semmire a kivitelezőt. Hiába írogatok én bármilyen jegyzetet, hiába mutatok rá a hibákra, még a teljesen jogos kérés esetén is, ez csak egy vélemény, még ha szakmai is. A normális kivitelező természetesen figyelembe veszi, javítja, korrigálja ezeket, de ha mégsem, akkor nem sok mindent tehet sajnos. Bár az adásvétés szerződésben első osztályú munkáról van szó, de az, hogy a cseppentőlemez például hiányzik, majd 10 év múlva lesz probléma, amikor szétrohad az ereszt lambérja, és bonthatod vissza a tető alsó részét. Ekkor természetesen már nincs garancia, ez saját költséges javítás lesz. Tetőcserépre a gyártók által hirdetett garancia sem él, tehát az a 30 éves, ha ez a cseppentőlemez lemarad. De sorolhatnám napestig ezeket a dolgokat. Amennyiben a kivitelező ignorálja a szakember vagy műszaki ellenőr véleményét, jogod van egyszerűen kirúgni a vállalkozót és mással befejeztetni. Tudom, hogy ez egyszerűen hangzik, de van, amikor már csak ez a lehetőség marad. Megfelelő kivitelező választását nem tudom elégszer kihangsúlyozni. Sokszor járok ki építkezésekre a munkákat ellenőrizni. Tapasztalataim nagyon vegyesek. Van, ahol sikerül érvényesíteni az akaratunkat és a gyártói előírásokat, van, ahol konkrétan leszarják az egészet, és megy a mi van. Nincs jogosultságom ezek ellen fellépni, és őszintén szólva nem fogom beveretni a képemet mások miatt, viszont legalább ismert a hiba forrása, és lehet számítani ennek a következményeire. Ezeket lehet utólag javítani egy normális kivitelezővel, sajnos azonban már saját zsebből, vételáron felül. Műszaki ellenőr költsége az említettek miatt jóval tetemesebb, mint egy hozzám hasonló építész tanácsadóé, de viszont jogilag többet is tud nyújtani. Érdemes feliratkozni a csatornára, követni Instagramon, csatlakozni hozzánk a Facebookon, és olvasni a blogot. Nem ígérek mást, mint építőipari tanácsokat, kicsit szabadszájúan, de nagyon érthetően. Sziasztok!